Isten napi igéi. A jövőben Isten szavainak kimondása legyen az elv, amely szerint beszélsz. Rendszerint, amikor összejöttök, közösségben kellene lennetek Isten szavait illetően, Isten szavait téve interakcióitok tartalmává, arról beszélgetve, hogy mit tudtok ezekről a szavakról, hogyan ültetitek át őket a gyakorlatba, és hogyan munkálkodik a Szentlélek. Amíg közösségben vagy Isten szavaival, a Szentlélek megvilágít téged. Az isteni szavak világának eléréséhez szükség van az ember együttműködésére. Ha nem lépsz be ebbe, Istennek nem áll majd módjában munkálkodni. Ha befogod a szádat és nem beszélsz az ő szavairól, Istennek nem lesz módja megvilágítani téged. Amikor nem vagy mással elfoglalva, beszélj Isten szavairól, és ne csak üres fecsegésbe bocsátkozz. Az életed teljen meg Isten szavaival, csak akkor leszel odaadó hívő. Nem számít, ha a közösséged felszínes. Sekélység nélkül nincs mélység. Kell lennie egy folyamatnak. A képzésed révén meg fogod érteni a Szentlélek általi megvilágítást, és azt, hogyan kell hatékonyan enni és inni Isten szavait. Egy bizonyos próbaidő után belépsz Isten szavainak valóságába. Csak akkor leszel képes befogadni a Szentlélek munkáját, ha eltökélten együttműködsz. Az Isten szavainak evésére és ivására vonatkozó elvek közül az egyik a tudásra vonatkozik, a másik pedig a belépésre. Mely szavakat kell megismerned? Azokat a szavakat kell megismerned, amelyek látomásokhoz kötődnek, mint például azok, amelyek arra vonatkoznak, hogy Isten munkája most melyik korba lépett be, mit akar Isten most elérni, mi a megtestesülés, és így tovább. Ezek mind látomásokhoz kötődnek. Mit értünk az út alatt, amelyre az embernek rá kell lépnie? Isten szavaira utal, amelyeket az embernek gyakorolnia kell, és amelyekben részt kell vállalnia. A fentiek Isten szavai evésének és ivásának két aspektusa. Mostantól kezdve így edd és idd Isten szavait. Ha tisztán érted az ő látomásokra vonatkozó szavait, akkor nincs szükséged arra, hogy állandóan olvass. Elsődleges fontosságú többet enni és inni a belépésről szóló szavakból, például arról, hogy miként fordítsd a szívedet Isten felé, hogyan csendesítsd el a szívedet Isten előtt, és hogyan hagyd el a testet. Ezeket a dolgokat kell átültetned a gyakorlatba. Ha nem tudjuk, hogyan kell enni és inni Isten szavait, akkor az igazi közösség lehetetlen. Ha már tudod, hogyan kell enni és inni az ő szavait, amikor megértetted, mi a kulcs, akkor a közösség szabaddá válik, és bármilyen kérdés is merül fel, képes leszel közösséget vállalni és megérteni a valóságot. Ha nincs valóságérzeted, amikor Isten szavaival közösségbe kerülsz, akkor nem értetted meg a lényeget, ami azt mutatja, hogy nem tudod, hogyan kell enni és inni Isten szavait. Egyesek fárasztónak találhatják Isten szavainak olvasását, ami nem normális állapot. Az a normális, ha soha nem fáradunk bele Isten szavainak olvasásába, mindig szomjazzuk őket, és mindig jónak találjuk Isten szavait. Így eszi és issza Isten szavait az, aki valóban belépett. Amikor úgy érzed, hogy Isten szavai
rendkívül gyakorlatiasak, és pontosan azok, amelyekben az embernek részt kell vállalnia. Amikor úgy érzed, hogy az ő szavai nagyon hasznosak és előnyösek az ember számára, és azok az ember életének ellátását jelentik. A Szentlélek az, aki ezt az érzést adja neked, és a Szentlélek az, aki mozgat téged. Ez bizonyítja, hogy a Szentlélek munkálkodik benned, és Isten nem fordult el tőled. Egyesek, látva, hogy Isten mindig beszél, belefáradnak az ő szavaiba, és úgy gondolják, hogy nincs következménye annak, hogy olvassák-e őket vagy sem, ami nem normális állapot. Hiányzik belőlük a szív, amely szomjazza a belépést a valóságba, és az ilyen emberek nem szomjazzák, és nem is tartják fontosnak, hogy tökéletességre jussanak. Ha bármikor úgy találod, hogy nem szomjazol Isten szavaira, az azt mutatja, hogy nem vagy normális állapotban. A múltban abból lehetett megállapítani, hogy Isten elfordult-e tőled, hogy béke volt-e benned, és átéltél-e örömöt. Most az a kulcs, hogy szomjazol-e Isten szavaira. Az ő szavai jelentik-e számodra a valóságot, hűséges vagy-e, és képes vagy-e mindent megtenni Istenért, amit csak tudsz. Más szóval az ember Isten szavainak valósága által ítéltetik meg. Isten az egész emberiséghez intézi szavait. Ha hajlandó vagy elolvasni őket, ő megvilágosít téged, ám ha nem vagy hajlandó, akkor nem teszi. Isten azokat világosítja meg, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, és azokat világosítja meg, akik keresik őt. Egyesek azt mondják, hogy Isten nem világosította meg őket, még azután sem, hogy olvasták az ő szavait. De hogyan olvastad ezeket a szavakat? Ha úgy olvastad a szavait, ahogyan az ember lóhátról néz a virágokra, és nem tulajdonítottál jelentőséget a valóságnak, akkor Isten hogyan világosíthatna meg téged? Hogyan tökéletesíthetne olyas valakit, aki nem becsüli meg Isten szavait? Ha nem becsülöd meg Isten szavait, akkor nem lesz sem igazságod, sem valóságod. Ha becsben tartod az ő szavait, akkor képes leszel az igazságot átültetni a gyakorlatba, és csak akkor leszel birtokában a valóságnak. Ezért kell mindenkor enned és innod Isten szavait. Akár elfoglalt vagy, akár nem. Akár kedvezőtlenek a körülmények, akár nem. Akár megmérettettél, akár nem. Mindent egybevetve, Isten szavai képezik az ember létének alapját. Senki sem fordulhat el az ő szavaitól, hanem ennie kell az ő szavait, akár csak a napi 3 étkezést. Lehet-e ilyen egyszerű, hogy Isten tökéletessé tegyen és megnyerjen? Akár érted jelenleg, akár nem, és akár van rálátásod Isten munkájára, akár nincs, enned és innod kell Isten szavait, amennyire csak lehetséges. Ez a belépés tevékeny módja. Miután elolvastad Isten szavait, sietve ültesd át a gyakorlatba azt, amiben részt tudsz vállalni, és egyenlőre tedd félre azt, amiben nem. Lehet, hogy Isten szavai között van sok olyan, melyeket kezdetben nem értesz, de 2-3 hónap, vagy akár egy év múlva megérted. Hogyan lehetséges ez? Ez azért van, mert Isten nem tudja 1-2 nap alatt tökéletessé tenni az embereket. Legtöbbször, amikor olvasod a szavait, nem biztos, hogy rögtön megérted. Abban a pillanatban úgy tűnhet, hogy azok nem többek puszta szövegnél. Egy ideig meg kell tapasztalnod őket, mielőtt megérted. Mivel Isten ennyit beszélt,
mindent meg kell tenned, hogy edd és idd az ő szavait. Majd anélkül, hogy észrevennéd, megérted őket, és anélkül, hogy észrevennéd, a Szentlélek megvilágosít téged. Amikor a Szentlélek megvilágosítja az embert, az gyakran az ember tudta nélkül történik. Megvilágosít és vezet téged, amikor szomjazol és keresel. Az elv, amely szerint a Szentlélek munkálkodik, Isten szavai köré összpontosul, amelyeket te eszel és iszol. Mindazok, akik nem tulajdonítanak jelentőséget Isten szavainak, és mindig másként viszonyulnak az ő szavaihoz, azt hiszik zavaros elméjükben, hogy mindegy, hogy olvassák-e az ő szavait vagy sem, azok nincsenek birtokában a valóságnak. Az ilyen emberben nem látható sem a Szentlélek munkája, sem az ő megvilágosítása. Az ilyen emberek csak sodródnak, igazi képzettség nélküli színlelők, akárcsak Nangó úr a példabeszédben.